Sziasztok srácok! Ebben a videóban felélesztjük a Warburgot május 1-ére. Itt áll ezen a szent helyen, itt a műhely mögött már lassan fél éve. Egyszer-kétszer be lett indítva, át lett forgatva. Hát reméljük, hogy szépen nyugodtan be fog indulni, és nem lesznek semmiféle komplikációk. Épp elég volt szopni a trabanttal. Nálunk nem lesznek komplikációk. Első körben kap némi hűtővizet és némi olajat a gyertyák alá, majd az azzal átforgatjuk a motort, utána megtankoljuk és indítjuk. Oh, I got the money in my pocket, but I'm happy so fuck it. Yo, I'm feeling so fine, I'll be drinking my wine, flying high like a rocket. I got you, you got me, do you wanna join me, my drink is free. I got you, you got me, and we don't know where else to be. Oh, we got no problems to worry about now. We got no others to break us down. Oh, we got no problems to worry about now. We got no others to break us down. Na lássuk, csipke Warburg, mit mutatsz? De hol a kulcs? Megvan a kulcs. Ezen meg itt van ugye, zsiguli módon. Kihúz. Igen, fel kell kapnia az üzemanyagot, úgyhogy ezt muszáj kicsit beadni neki. Szívjad, baby! Szívjad! Picikét hagyjuk pöcögni, még nincsen meg minden henger. Aztán megnézzük, mennyi víz van benne. Hol van? Nem fagyott el a télen, aztán modern fagyálló is. Járjál a picikét, aztán kijárunk vele innen. Na, újra a Bigzi volánnyiánál. Jó, fékünk még van. Na srácok, Karci fél éves álmából előjött. Egy nagy mosás kell neki, meg néhány jó felni. Aztán majd minden meg lesz műszak is. Nem is rossz egy
fél éve félrerakott, lerakott autótól. Mondjuk minden henger még nincsen meg, de hát ez van. Meg ugye félig hengerfejes még mindig. Ne, elég is volt neki ennyi járás. I got you, you got me. Do you wanna join me? My drink is free. I got you, you got me. And we don't know where else to be. Oh, we got no problems to worry about now. We got no others to break us down. Wanna join in, my drink is free. I got you, you got me, and we don't know where else to be. Most, hogy a Warburg tiszta és kívül belül szép, most jön az, ami nem volt. Anka. Szia, gyere ide. Szia, Anka. Jó kutyus ez Anka. Jól van, Anka. Egyébként azokról a felnikről beszélek ott. Csak most az Ankát simogatom éppen, mint egy kis buksiját. Szóval, mivel Anka most éppen lefoglal, elmondom miért a felnikkel. Szóval, az a pár felni piros volt, és most szélzaj van, de attól, hogy a felni piros volt, viszont hála a kedves gumis emberkének, aki arccal tette fel a gumizógépre a felnit, szétkúrta a belsejét, itt vannak a képek róla. Muszáj volt lefestenem az egyiket, úgyhogy ez ilyen lett. Mivel volt itt itthon metálkék verivellem, ezért kipróbáltam rajta. Tetszett, hogy az egész garnitúrát lefújtam kékre, úgyis kicsikét depis voltam, hogy a Trabantnak a pótmotorja is szar, úgyhogy arra mindenképpen kell egy motort építeni, meg a Warburgba is, meg most SMS, na se baj, tegyük fel ezeket a felnyiket. Yeah.
nagyon-nagyon parasztul néz ki. Persze még lejjebb kéne mennie. Erre még lejjebb kell tenni legalább egy 5-6 centit. Ennyi volt már a Bigzyből, életben van, friss hangzik, mint mindig, és kint lesz május 1-én. Ti már ezt utána fogjátok látni jóval, mert nem fogok ráérni addig várni, két nap hátra május 1-ig. Ma szombat van, azt hiszem, szombat van, úgyhogy ma kéne kiraknom egy bugis videót, aztán május 1-én hatalmas találkozódás lesz, mi addig két napon keresztül fogjuk szopni a mi holnap és holnap után azért fogunk szívni, hogy minden rendben menjen a találkozóval, minden program menjen, mindenki jól érezze magát és minden tökéletes legyen, hogy egy brutális találkozó durrancsunk bele az autós köztudatba. Addig is iratkozz fel, lájkolj, Bigzy pedig újra él. Na sziasztok!